Üdvözlök mindenkit, de én Dániel vagyok a BMW Motorsport főmérnöke, és szeretném bemutatni önöknek csapatunk 2022-es szezonra szánt FRC 09-es kódilő versenyautójának konstrukcióját. Csapatunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tevékenykedik, és egy belső égési motorral hajtott Formula Student versenyautót tervez, fejleszt és üzemeltet. Most már több mint 50 taggal büszkélkedhetünk, így nagyon fontos a szervezet működés számunkra. Így a 2022-es szezon kezdetén teljes átszerveződésbe kezdtünk, így egy teljesen új struktúrát alakítottunk ki a hatékonyabb működés érdekében. Azt állapítottuk meg, hogy a jármű üzemeltetésének és tervezésének három fontos szempontja van. Az egyik ilyen magának a járműnek a tervezése, így erre egy teljesen külön csoport szükséges. A másik ilyen szükséges alkatrészek beszerzése és gyártása, ezért erre is egy teljesen külön beszerzéssel foglalkozó csoport szükséges, és végül a jármű üzemeltetése és a pilóták fejlesztése is egy külön uh, csoportot érdemel, így megalapítottuk a tesztcsoportot is. Néhány szóban összefoglalva a 2021-es szezon uh, elég uh, sikeresnek mondható, hiszen a 2019-es pontjainkhoz képest több mint a dupláját tudtuk szegszerezni ebben a szezonban. Három versenyen tudtunk részt venni, a Formula Student Netherlanden, a Formula Student Cherry Publicon, illetve a Formula Student Eastem. Mind a háromon elég jó helyezést tudtunk elérni, célunk a középmezőny volt. Ezt például a cseh versenyen felül is tudtuk múlni, hiszen a negyedik helyen tudtunk végezni. Ez alatt a szezon alatt elég sok tapasztalatot tudtunk gyűjteni hiszen a céljainkban kitűzött 500 kilométert e, tudtuk tesztelni. Ez alatt több e, fő problémával is szembesültünk, az első ilyen például a futóművel kapcsolatos, a jármű tervezett dőlési merevsége nem tudott megvalósulni, ugye erre a következő szezonban, azaz a 2022-esben komoly hangsúlyt kell majd fektetnünk. A másik ilyen részetség az, az a volt, itt a leszorító erő, illetve a leszorító erőt képző alkatrészek tömege nem volt összhangban, nem feltétlenül volt elég hatékony a rendszer, így ezt majd optimalizálunk kell a következő szezonra. Egy másik nagy tanulság, a fenntarthatóság és a megbízhatóság. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a járművet minél többször kell pályára vinni, így elég megbízhatónak kell lenni, illetve a két teszt közötti idő alatt gyorsan fenntartható gyorsan szerelhetőnek kell lennie. Így erre is hangsúlyt szeretnénk fogtetni a következő járműnél. Ez alapján a e, tapasztalatok alapján három fő fejlesztési irányelvet határoztunk meg, mint azt már említettem, az egyik a megbízhatóság. E, így kevesebb a meghibásodás, kevesebb probléma lép fel, olcsóbb a fenntartás, és több teszkómetre tudunk megtenni. A második a hatékonyság, a jármű tömegének csökkentése elengedhetetlen, emellett a tömegcsökkentés mellett a teljesítmény növelése is szükséges. A végső pedig a fenntarthatóság. Itt főként a gyártás technológiák optimalizálására gondolunk, hiszen minél jobban gyártható egy alkatrész, egy adott törés esetén annál könnyebben pótolható. A következő témánk a járműszintű koncepció. Alapvetően szerettük volna megőrizni a korábbi versenyautóink hagyományait, így megtartva azokat az elemeket, az ott jól bevált dolgokat. Az első ilyen dolog a négyhengeres motor mindenképpen egy megbízható négyhengeres erőforrás szeretnénk használni a következő szezonban is. A következő ilyen a hibrid vázszerkezet, egy szénszálas monokok, hátul egy csőváz, ez eddig is jól bevált és passzol a négyhengeres motor konstrukciójához. Futómű tekintetében kettős keresztlen futóművet alkalmazunk, tízszoros kerekekkel, szintén ugyanúgy, mint az előző szezonban. A megbízható centralizált elektronikai rendszer az alapja a sikerességünknek, illetve a nagy hatékonyságú csomag is. A 2022-es versenyautónk ám több pontban is fejlesztésre szorul a korábbi konstrukciókhoz képest. A motorunk esetében megbízható kenőrendszert és teljesítménynövelést szeretnénk szem előtt tartani. A vázszerkezet esetén új monokokot tervezünk, illetve a hátsó csővázhoz is hozzá szeretnénk nyúlni. A futómű esetében a dőlési merevségek növelése érdekében uh, nyomorudas felfüggesztésre fogunk átérni. Az elektronikai rendszernél több szenzorjelet fogunk alkalmazni, így pontosabb méréseket tudunk majd létrehozni. És végül az aerodinamika esetében a hatékonyság növelése érdekében a tömegcsökkentés lesz a fő cél. Tehát kezdjünk is neki a 2022-es konstrukciónak. Az első nagy téma a hajtáslánc. A hajtáslánc tekintetében mint már azt korábban említettem, a fő cél a megbízhatóság növelése. Körüljártuk a témát, és a négyhengeres motorok kategóriájában számunkra a legmegfelelőbb választás ez a Suzuki GSX-R 600-as modell, azok közül is a 2002-2003-as évjárat, hiszen ennek jelentősen több előnye van az aktuálisan használt Yamaha R6-os motorhoz képest. Erről majd később beszélni fogok. Alapvetően olcsóbb a fenntartási költsége, hiszen az alkatrészek ára a jóval alacsonyabb. Nagyobb tudásbázis is rendelkezésünkre áll ennek a motornak a fejlesztéséhez, emiatt nagyobb teljesítményt tudunk létrehozni, illetve magának a motornak a száraz tömege is kisebb, mint a yamaha é volt. Összefoglalva az alapmotor tulajdonságait, a legfontosabb rész a kenőrendszer, hiszen a megfelelő olajnyomás nélkül nem tudjuk biztosítani a motor teljesítményét sem. Így egy fogaskerekes olajpumpahajtás kialakítása a legfontosabb alapköve a fejlesztésnek. Emellett újra tervezzük a nedves karteres olajrendszert is egy mart alumínium karterrel, illetve a motor kialakításából adódóan egy closed deck öntvény áll rendelkezésünkre, amelyet könnyebb felfúrni és a későbbiekben, itt löket térfogatot is tudunk nevelni. Mindemellett maga a motor is könnyebb lesz, 5 kilóval a konstrukciójából adódóan és 2 kilóval a fejlesztéseknek köszönhetően. A fejlesztési folyamat úgy néz ki, hogy már novemberben a fékpadra tudtunk helyezni egy alapmotort, amelyet fel tudtunk programozni a mi szívórendszerünkhöz, ennek köszönhetően egy 70 lóerős konstrukciót tudtunk létrehozni, amely már most ö, 8 lóerővel több, mint a korábbi évben használt erőforrás. A fejlesztési folyamat következő lépcsőfoka, a most márciusban ö, fékpadra kerülő következő blokk, amely már egy felújított ám még mindig elég sok gyárja akat része. A végső ö, lépcsőfok pedig ö, a májusban a fékpadra kerülő már teljesen általunk fejlesztett motor, ami lokátor-fogat növelt, kompresszió csökkentett, dlc be alkatrészekkel lesz felszerelve, illetve módosított hengerfejet fog kapni. Emellett természetesen a motort a járműhöz is kell szabni, így egy egyedi kübfogó kialakítása kötelező számunkra. Ezt több szimulációs módszerrel is tudtuk optimalizálni, egydimenziós hőtani akusztikai és geometriai szimulációkat végeztünk, amelyel tudtuk optimalizálni a lengőcső Így egy elég kompakt kialakítást kaptunk, ez is volt a célunk, minimalizálni akartuk a cső hosszokat, ezzel minimalizálva a tömeget és a helyszükségletet. A kipufogódob cserélhető, így különböző méreteket tudunk kipróbálni, illetve a kipufogó vég is cserélhető, így a különböző hangkibocsátási normáknak is meg tudunk felelni szívórendszer esetében tranziens szimulációkkal dolgoztunk, tranziens áramlestani szimulációkkal. Ennek köszönhetően tudtuk optimalizálni a levegő eloszlását a hengerek között. Egy új szívócsong kialakítást is létre tudtunk hozni, amely cserélhető lengőcsőhosszokat tesz lehetővé, így különböző geometriákat tudunk kipróbálni, illetve a folytószelepet is egy új helyre helyeztük el a pilóta vállam mellé így egyrészt ez több levegőt is kap, másrészt ideálisabb a levegő eloszlás így a hengerek között. Az alkatrész egy 3D nyomtatott termék lesz végül, ezt SLS technológiával, poliamidból fogjuk készíteni. Több alkatrészből így a különböző elemek cserélhetőek lesznek. Az erőátviteli rendszer esetében a differenciál optimalizálása volt a fő cél, itt a tömegcsökkentés volt az első lépcső illetve az állíthatóság fejlesztése. Ez természetesen uh, sikerült is számunkra, egy jóval kisebb differenciámű tudtunk létrehozni, uh, illetve tudtuk minimalizálni a kihajtótengely differenciámű távolságot, ezzel jóval rövidebb láncot tudunk alkalmazni, így csökken a lánc tömege is, uh, viszont így alkalmaznunk kell egy láncvezetőt is, uh, ami egy extra állítási lehetőséget uh, jelent számunkra. A váltó esetében ismételten egy átrendezett fokozatkiosztást fogunk alkalmazni, csak négy fokozatot fogunk használni, illetve egy új végátételt is alkalmazunk. Röksűrűs kuplunk használata is segíti a pilótát a rajtolásban, illetve a pneumatikus váltás aktuálásnak köszönhetően automatizálva van a váltás. Az elektronikai rendszer kialakításánál is szintén a megbízhatóság volt a fő cél, így a már jól bevált Maxecu motorvezérlőt fogjuk használni a következő szezonban is. Ez egy centralizált rendszer kialakítását teszi lehetővé, így magas fokú megbízhatóságot érhetünk el. Szeretnénk növelni a szenzorok uh, jeleinek mennyiségét is, ezzel pontosabb képet kaphatunk a jármű aktuális állapotáról, illetve a motorvezérlő lehetővé teszi Ken hálózatok kialakítását is, amit szeretnénk kihasználni ebben a szezonban. Az első fontosabb uh, pilótát segítő elem az maga a kijelző, ez egy saját fejlesztésű kijelző, saját fejlesztésű menü rendszerrel. Egy érintő kijelzőről beszélünk, így a pilóta könnyen tudja azt kezelni. A kormányba integráljuk a vezérlőegységeket, így szintén könnyen tudja kezelni a pilóta, illetve egy ledekkel kialakított fordulatszám visszajelzést is tudunk létrehozni. Az elektronikai rendszer területén a következő nagy fejlesztés a telemetria korábbi szezonokban problémát jelentett a kommunikáció a pilótával. így a telemetriai egység részeként kialakítottunk egy rádiókommunikációs rendszert, így folyamatosan tud beszélni a pilóta a boxa. Emellett riatámi továbbításra is van lehetőségünk, így folyamatosan képet kaphatunk a jármű aktuális állapotáról, így tudjuk tájékoztatni a pilótát egy esetleges hiba esetén. Tudjuk mérni az aktuális köridőt, illetve egy saját fejlesztési telemetria szoftvert is alkalmazunk, az könnyen testre szabható, így pontos adatokat tudjunk kapni a járműről. A járművön több saját fejlesztésű elektronikai hegységet is alkalmazunk, ilyen például még a, a kormányba integrált kencsomópont. így a kormányon elhelyezett csatlakozók és gombok, kevesebb kábelen tudnak futni a motorvezérlő felé, amely egyrészt a megcsökkentést is rend számunkra, másrészt gyorsabb kommunikációt is fontos szempont volt még az elektronikai elemek fejlesztésénél az energiatakarékosság. Mindemellett növeltük az akkumulátorkapacitást is, hiszen ez a teljesítményünk limitje volt az előző szezonban. Egy háromszoros kapacitással tudunk neki vágni majd egy versenynek, illetve a hűtés tekintetében is fejlődnünk kellett. Háromszoros tömegáramú hűtőket fogunk, hűtőventilátorokat fogunk használni a következő szezonban. A következő nagy részegység a járművászerkezet, amely összefogja az alapvetően a komponenseket. Itt ö, több fontos változtatásra is szükség volt, hiszen új erőforrást alkalmazunk, tervezünk hibrid rendszert is alkalmazni a szezon során, ö, illetve a futómi geometrián is változtatni szeretnénk így ennek ö, a feltételekhez idomulnia kell a vászerkezetnek vász is. A különböző egységek tervezésénél, például a futóműnél fontos szempont volt a terhelések minimalizálása, így ezzel a járművel szerkezetének a tömegét tudjuk csökkenteni. Fontos szempont volt még a pilóta komfort javítása, illetve a hibrid rendszer akkumulátorának integrálása. A segédvász kialakításánál, ugye mint már említettem, a futómű terhelések minimalizálva lettek, ennek köszönhetően optimalizálni tudtuk a csőméreteket, alapvetően kromolibdén ötvezetet alkalmazunk a váz kialakításánál. Ez egy nagy szilárdságú acél, így 5,5 kg-os csővázat tudtunk létrehozni. Idén a korábbiakkal ellentétben nem alkalmazzuk a motort aktív vázelemként, így alapvetően egy nagyobb csőváz kialakítása volt szükséges, viszont így a futómű alkatrészei kisebbek tudtak lenni, mivel új motort alkalmazunk, ugye a hajtáslánc integrálása is egy fontos feladat volt, ezért kellett új differenciál műtartót is alkalmaznunk. A monokok kialakításánál szintén új geometriát kellett létrehoznunk, mind a hibrid akkumulátorok integrálása miatt, mind a futómű integrálása miatt. Fejlesztettük a pilóta komfortot is, illetve javítottunk a szerelhetőségen is. Optimalizáltuk a bukókeret hosszát, így rövidebb csőhoz szükséges a kialakításhoz, ezzel a meg csökkentve. Az első bukókeret szintén, mint a korábbi években, alumíniumból készül, és a monokok részét képezi. A futómű területén nem csak a bekötési pontokat változtattuk meg, hanem a lengés csillapító elhelyezését is. A korábban a váz oldalán elhelyezkedő lengés csillapítót a váz felső részére integráltuk, ezzel csökkentve annak aerodinamikai hatását, illetve javítva ö, a lengés kényelmet. Mindemellett ö, a torziós merevség növelése is egy fontos cél volt, emiatt a há váz hátsó felét zártra terveztük, ö, így megvédi a benzinrendszert a motorból érkező hőtől, illetve növeli a torziós merevséget a geometria. A monokok fejlesztése több mint egy éves periódus talált fel hiszen 2021. februárjában kezdtük el fejleszteni, így elég sok időnk volt a geometria optimalizálására, illetve szimulációk futtatására. Ezt is helyeztük elég nagy, elég előtérbe, így kompozit szimulációkat fejlesztve tudtuk megjósolni a váz torziós merevségét, ami a szimulációk alapján 3300 Nm per fok lett, illetve tudtuk optimalizálni a rétegrendet, ezzel minimálisra csökkentve a váz Komoly fejlesztés még az inzertek alkalmazása, így például a futóműbeketési pontoknál, illetve a hátsóváz és a szénszálas váz csatlakozásainál is inzerteket használunk. Különböző anyagokat alkalmazunk, mint például a vízvágott alumínium, a mart poliamid inzertek, illetve a 3D nyomtatott ultem inzertek. A váz szerkezetet érintő következő változás a kormányrendszer áttervezése volt, a 2021-es szezonban komoly problémát jelentett a, jár, a kormányrendszer bizonytalansága, illetve a kormány holt játéka. Ezt szerettük volna minimalizálni, így egy saját tervezésű fogaskerekes hajtást terveztünk ennek a rendszernek a kialakításakor. Ez minimalizálja a holt hiszen több irányba is állítható, több irányba is hézagolható a csapágyazása, illetve a tömege is csökken ennek köszönhetően hiszen egy jóval kisebb konstrukció, mint a korábbi kardános kialakítás. Felfogatás szempontjából pedig a műszerfalba tudtuk integrálni a felfogatást, így szintén tudtuk csökkenteni a tömeget több mint 300 g-mal. A pedálbox is egy olyan részlettség, melyet fejlesztenünk kellett a következő szezonra. Szerencsére itt nem kellett sok mindenhez hozzányúlni, minimálisan kellett a pilóta komfortot javítani illetve a szenzor felfogatásokkal volt némi problémánk korábban. A gázrugós kialakítás is a pilóta komfortját szolgálja, illetve az állíthatóságon is dolgoztunk, így már többféle pilótához is kompatibilis ez a rendszer. A váz változásának köszönhetően a futómű geometriáját is tudtuk változtatni erre az szezonra. Alapvetően az első és a hátsó tengelyen is nyomorúdas felfüggesztést fogunk kialakítani, illetve mindkét tengelyen stabilizátort fogunk alkalmazni, ezzel már állítható és megfelelő tartományban lévő dőlésmerességet tudunk elérni. Mindemellett lehetőségünk volt a kinematika fejlesztésére is, illetve a gyártatóság fejlesztése is egy fő szempont volt. Az első tengely esetén különböző geometriai átalakításoknak lehetünk szemtanúi. Több állítási lehetőséget is kapott a futómű, hiszen a bólintás változtatása egy fontos szempont lesz számunkra a közeljövőben, hiszen ezzel növelni tudjuk az aerodinamika hatékonyságát. Így egy különböző karakterisztikával rendelkező futóművet tudunk kialakítani. Minimalizáltuk a futóművet tartó alkatrészek számát és féleségét is, így egy alkatrészt több helyen is tudunk alkalmazni. Ezzel csökkentettük a tömeget és a fenntarthatóságot is növeltük. Növeltük a kerékek méreteit, így egy merevebb kerékagy konstrukciót tudtunk létrehozni, hiszen a korábbi szezonban egy kerékagy törés áldozatai lettünk. A tengely-csonkávány gyártatóságát is növeltük, egy teljesen új geometriát hoztunk létre, ami már három tengelyen marható CNC-vel, így probléma esetén nagyon könnyen tudunk újat gyártani belőle. A hátsó tengely esetén a csonkávány geometriáját megtartottuk, hiszen ez a korábbi szezonban nagyon jól bevált. Viszont a hátsó váz áttervezésének köszönhetően lehetőségünk nyílt a kinematika átdolgozására. A kialakításnak köszönhetően minden egyes bekötési pontban három különböző beállítási lehetőségünk van, így ez összesen 52 különböző futómű karakterisztikát képez, melyet mind tudunk tesztelni majd a tesztezon folyamán, így a guminak megfelelő karakterisztikát tudjuk megtalálni csökkentettük a bizonytalanságot is, hiszen a csapágy átmérőket növeltük, illetve a rúd is bizonyos helyeken növelni kellett, hiszen nagyon sérülékenyek voltak a korábbi kialakítások. Minimalizáltuk a terheléseket, így a váz geometriája is kisebb tudott lenni. A következő téma a hibrid rendszer integrálása. Ez is egy komoly feladat volt számunkra, hiszen a 2022-es szezonban legalább egy versenyen hibrid hajtáslánccal szeretnénk szerepelni. Erről bőven a Formula Student online versenyen már tájékoztattuk a közönséget, viszont itt is össze szeretném foglalni néhány szóban. Egy olyan rendszert alkottunk meg, melyet az első tengelyre tudunk felszerelni. Ez úgymond egy plug and play rendszer, hiszen geometriailag, meg geometriailag teljesen me megegyezik a hibrid és a nem hibrid variáns. Így nagyon könnyen átszerelhető a kerékagy motorral szerelt csonkávány, illetve az alkatrészek nagy része is megegyezik a két konstrukció között, ezzel javítva a fenntarthatóságot, illetve a gyártási költségeket, illetve több tartalék alkatrészünk lehet, így egy probléma esetén nagyobb raktárkészlet áll rendelkezésünkre. Mint azt már említettem, egy komoly problémát e, okozott számunkra a dőlési merevségek e, kialakítása az előző szezonban. E, így a rugózás e, átdolgozása egy fontos feladat volt a futómi csoport számára. E, az első és a hátsó tengelyen is a e, felfüggesztést fogunk alkalmazni, és mind a két tengelyen stabilizátorrendszert e, alkalmazunk majd e, T-alakú e, stabilizátorok kialakításával. E, úgy alakítottuk ki a rendszert, hogy az első és a hátsó tengelyen is az alkatrészek 70%-a megegyezik, így szintén egy ö, kisebb raktárkészletet tudunk fenntartani, és probléma esetén könnyebben tudunk ö, új alkatrészeket elővenni. Egy fontos szempont volt még ö, a rendszer modellezése. Egy multibody szimulációs rendszert tudtunk felépíteni matlap környezetben, ezzel már pontosan tudjuk szimulálni a jármű lengéseit. A Zara esetén, a hűtés optimalizálása volt a fő szempont, hiszen ez volt a teljesítményünk egyik limite a 2021-es szezonban. Mindemellett az egységek optimalizálása és hatékonyságának nevelése volt a fő szempont, hiszen túl nagy tömeget tettünk fel az autóra, viszont nem tudtunk elég leszorító erőt generálni, így a tömegcsökkentés volt az egyik fő cél. A felfogatások merevítése is fontos volt, hiszen a szerelhetőség egy nagyon kritikus szempont egy versenyem. Emiatt a felfogatások jó kialakítása is fontos volt idén. Az aerodinamika esetén az első és a hátsó szánynál, illetve a diffúzornál is tudtunk leszorító erőt nyerni. Az első szány esetén 9,5%-ot, a hátsó szány esetén 4,2%-ot, a diffúzor esetén pedig 37%-ot tudtunk nyerni. Összességében 3,6-os leszorító erőtényezőt jelent ez. 1,6-os ellenállás tényezőt, illetve a balansz kialakítása is nagyon fontos volt. 50 km per órás sebességnél 54%-os terhelést okoz az aerodinamika csomag az első tengelyem. Mint azt említettem, a tömegcsökkentés volt a fő célunk. Az első szányat másfél kilogrammal tudtuk csökkenteni, a hátsó szányat kg kilogrammal, a diffúzoron pedig a komplexebb kialakítás miatt nem tudtunk elérni a megcsökkentést, viszont jelentős leszerűtő erőnövekményt igen. Az aerodinamikai csomag kialakításánál a legnagyobb fejlesztésen az első szárny esett át, hiszen itt egy teljesen új geometriát alkalmazunk. A fő cél a hűtés kiszolgálása volt, így minimalizálni akartuk az elemek számát, ezzel a tömeget is csökkentve, illetve egyszerűsítve a gyártatóságot. Egy új térbeli geometriát választottunk a főprofilnak. Ennek nagyobb a keresztmetszete, mint eddig, így nagyobb az inerciája, tehát kevesebb szenet kell hozzá használnunk, ezzel csökkentettük a tömeget. Illetve csak egy kis flepet fogunk alkalmazni, ezzel szintén csökkentettük a tömeget, illetve kis elősegítettük a hűtés hatékonyságát. Az egész szárny dőlésszöge és magassága is állítható, így a balanszot tudjuk majd befolyásolni. A a teljes leszorító erő 30%-át képezi, illetve 9,5%-kal nagyobb a leszorító ereje, mint a korábbi konstrukciónak. Mint azt már említettem, a hűtés egy elég fontos szempont volt számunkra, így egy elég komplex oldaldoboz geometriát alkottunk meg. Ez elősegíti a hűtést, és optimalizáltuk a hűtőre vezető csatornát, illetve a hűtőtől elvezető levegőcsatornát is, így 0,82 méter per szekundumos e, térfogatáramot tudtunk elérni a hűtőn 54 km per óránál, ami több mint e, tripla annyi, mint az előző szezonban. A csatornákat 3D nyomtatással e, hozzuk létre, illetve az egész konstrukciónak egy e, szénszálas külső héjat adunk, így ezzel csökkentjük ennek a légellenállását. A diffúzor esetén egy e, e, három részből álló diffúzort hoztunk létre, egyrészt az autó két oldalán két-két oldaldiffúzort, illetve az autó alatt egy középső diffúzort, egy hátsó diffúzort hoztunk létre. Az oldaldiffúzorok együtt működnek, integrálva vannak az oldaldobozba, így az autó oldalán tudunk nagyobb leszorító erőt elérni. Ez a geometria kevésbé befolyásolja a nyomás középpont pozícióját, a kis és nagy sebességnél. Ezért elég előnyös számunkra, a leszorító erő nagy része is itt generálódik, ez 23% a teljes autót tekintve. A hátsó diffúzor 17%-ot termel a teljes autó tekintetében, az összes leszorító erőnövekvény pedig a tavalyihoz képest 37%. A hátcsont szárny geometriája nagyban nem változik, ugyanazokat a profilokat fogjuk alkalmazni, attól eltekintve, hogy egy új, egy negyedik profilt is fogunk használni. Ezzel szintén a balanszot tudjuk majd nagyon jól befolyásolni. Minden flap dőlésszöge változtatható, ami majd a légelenállás csökkentésében fog fontos szerepet játszani. A teljes leszorító erő 30%-át képezi ez az elem és a leszorító öreg növekvényünk e, idén 4,2% a tavalyi kialakításhoz képest. Részemről szeretném megköszönni a figyelmet, és egy videó keretein belül szeretnénk bemutatni BMW Motorsport FRC 09-es kódjelő versenyautóját.